A tolnai önkormányzat is átadja az államnak a vízi közmű vagyonát. Többek között erről döntöttek a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Az erő által lefedett szolgáltatási területek legtöbbje már meghozta ezt a döntést. Tolna vezetősége azonban még reménykedett abban, hogy találnak majd valami megoldást. Nincs más út, tehát hogy sajnos azokat a borzasztóan magas energiaszámlákat, amiket az erővnek fizetnie kell, nem tudják, és állami támogatást csak akkor kapnak, hogyha a későbbiekben ők lesznek a szolgáltatók is, tehát az államra átruházzuk ezt a feladatot. Tehát nem csak a vagyont, hanem a feladatot és annak finanszírozását is az állami cég végzi majd a következőkben. Itt voltak viták, de végül is a képviselőtestület úgy döntött, hogy átadjuk ingyenesen az állam részére a vízi közmű vagyont. Amit zárójelben mondom, hogy ingyenesen is kaptunk a 90-es években, tehát ez egy forgalomképtelen vagyon, ezzel nem tudunk mi semmit tenni. A feltételekről még folynak a tárgyalások. A végleges szerződést a képviselőtestület jóváhagyása után tudják majd csak aláírni.